A mandulás kemping megszerzése is szerepelt a pécsi közgyűlés keddi ülésén. A város vezetés egy turisztikai fejlesztés tervét vetette fel a Mecsekben, amelynek része volt a kemping is. Ezért az előterjesztés szerint meg kell vennie a területet az önkormányzatnak. 800 millió forintért megkívánja vásárolni ezt a telket. Felháborítanak tartjuk, hogy annak idején potonpénzért juttatták a baloldali köröket ehhez az ingatlanhoz, azért, hogy majd ők kempinget fognak benne működtetni. Egy napig sem működtettek kempinget, meg lehet nézni a területet. A tulajdonos hagyta, hogy lerohadjon, igazi szocialista módszer alapján most pedig a várossal veteti vissza a többszöröséért. Így reagálta a pécsi Fidesz frakciója az előterjesztésre. Csizmadia Péter azt mondja, a turisztikai fejlesztés csak álmodozás a város vezetői oldal részéről. Teljesen felháborítónak tartjuk, hogy úgy tűnik, hogy a csoki tolvajok most már a csoki gyárat is viszik, és mindezt képesek egy olyan köntösbe beöltöztetni, hogy majd egy homályos, valamilyen turisztikai fejlesztést kívánnak a kemping területén véghez vinni, holott ilyen pályázatot még ki sem írtak, ez egy teljesen bizonytalan dolog, másrészt pedig a város miért vásároljon meg 800 millió forint értékben egy telket? Vannak ott önkormányzati telkek. Azokon lehetne zöld túrabázisokat kialakítani, mint ahogy tervezik, mondja a politikus. Az elképzelés szerint a mandulás megszerzéséhez a volt bőrklinika épületét kell eladni, vagy ezt az ingatlant felajánlani cserébe, ha nincs vásárló. A volt bőrklinika becsült értéke 1 milliárd forint, így a mandulás tulajdonosának 200 milliót kellene befizetnie a városi kasszába. Azonban a belvárosi telken az építési szabályzat módosításával lakóparkot lehetne építeni a klinikai épület mellé. Így valójában több 10 milliárdos nyereség is lehet ezen az üzleten a baloldali tulajdonosi körnek, amely így megszabadulhat a lepusztult mandulás kempingtől, mondja a polgári oldal politikusa a tervvel kapcsolatban. A keddi közgyűlésen végül a baloldali városvezető frakció megszavazta a telekügyletet is tartalmazó előterjesztést.